Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás március 17-én. Az első kérdés az lenne, hogy mi foglalkoztatja őt. Mik a gondolatai és mik a tervei? Ez a felső kártya megadja rá a választ. Természetesen mutathat ez vallási témákat is. Ő keresi a kiutat az ő helyzetéből. De azt is jelenti, hogy ő tudni akarja az igazságot. És szeretné, ha ez világosságra kerül. Tehát tudatni akarja azt másokkal is. Azon kívül jelenti ez a kártya a megújulást. És mint mondtam, ő keres egy kiutat a helyzetéből. És az érzései azt súgják neki, hogy jobbulásra kerül a sor. Ez a kép ugyanis mutatja az ő érzelmi világát. És ez a második kérdés. Milyenek az ő érzelmei? Ez egy spirituális utat is jelenthet, de vallási témákat is. És ez szimbolizálja ez a csillagkép. Mondhatnám, minden a jó csillagok alatt áll. És ez a remény. És neki megvan ez az érzése. Igen, ő reménykedik abban, hogy jobbra fordulnak a dolgai. De kutat valamit, valamit meg akar nézni, vizsgálni. És a harmadik kérdés pedig az volt, itt lesz, hogy milyen lépéseket tesz irányotokban. Ez a kép megadja rá a választ. Egy utazás, egy szerelmi utazás. De lehet egy üzleti út is. Viszont ez a kép mutatja az ő reményeit, mert ez a hajó a remény szimbóluma. A hatos szám a múltat idézi, tehát neki vannak még a múltból emlékei. És ez jelent egy kicsi nosztalgiát is. A napi energiát, vagy a hatásokat, ami befolyásolja az eseményeket, azt ez a kártya mutatja. Ez a lovas férfi arra utal, hogy itt lesz mozgás, vagy egy utazás, az is lehet, hogy valaki meglátogat benneteket, és külföldről jön. De ez a mozgás jelenthet sportot is, autót is, de ami még nagyon fontos, a szerelmi élet területén lesz mozgás, pörögnek az események. És ez a férfi lehet valaki a múltatokból. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!